Géza? Semmit. Nem pontos. Te mit szeretnél? Arra gondoltam, nincs kedved egy kicsit disznókodni, bujálkodni. Nem is rossz ötlet, növöt az én vezetek! Szevasztok, srácok! Az a helyzet állt elő, hogy annyira megborult itt a csatorna, meg a stream, meg minden, hogy le kell jönnöm itt az aluljáróba, lemegyek hajnival, leköltözünk tarhálni. Ez van sajnos. És még a szomorú valóság az, hogy volt nekem egy jó kis csiptetős mikrofonom, ami beszart, úgyhogy most ez maradt a térmikrofon. De a lényeg, hát hajni, a lényeget mondjuk már. Csak emberek úgy néznek, így jönnek, hogy mit magyarázok itt. A lényeg az, hogy többen mondták, hogy van még itt Pesten egy hely, ahol még lehet kapni ilyen jó nagy, ilyen emberes rántott húst, nem csak a plécsárda, hanem van más is, úgyhogy most hát megnézzük azt a másikat, hogy melyik az, és hát nem tudom, hogy ha ízét nem is hozunk, döntést nem is hozunk, hogy melyik a jobb. Tudjátok, nekem minden jó, ami szépen elteríti a kis pocómat, de mindenképpen megnézzük, úgyhogy ez nem más, mint helyszínváltás! Hát itt vagyunk ezen a helyen. Erről van szó. Oda néz a táblát, mi van rajta? Na szóval, ide fogunk bejönni és megkóstoljuk ezt a legendás, állítólag ez is legendás rántott hús. Úgyhogy most a legendák nyomában, illetve az ország legnagyobb rántott húsa nyomában második rész. Gyertek! Hozzék, Hajni, téged itt ismernek? Van rólad kinnek szobor? Egyébként készültek az én fogadásám. Ami készültek rám is. Itt az evolúció, nézd meg, pinta. Itt a végén a biztos. Jó. Kérdés? Végig a tét lapot van. Nem, hát rántott hús, ez mindenképp valami jó nagy kis. Valami jó, szép szeretne. Köretnek mit lehet, vagy az? Krumpli saláta, tékla saláta, sült krumpli, savanyú. Hát egy krumpli saláta. Pedig kíváncsi, lehet ezt a rántott hús bevernéd, nem? Szerinted megennéd? Szerintem igen. Hát sajnos, mint mondtam, a mikrofonom beszart, a csiptetős. Eddig sem volt jó, már hallottátok, hogy gerjedt, meg ízét, sípolt, meg minden baja volt. Hát most már végleg megadta a szolgáltat, mert be se kapcsol, úgyhogy zsírúj mikrofon, amúgy, egészségére. A Tibi már járt itt, és ezeket mind ő hitta meg, állítólag. Nyugodtan benne lehet a körben. Saját készítésű. Mennyi rántott hús nézzük olyan? 3400. Hoppá! A leves. Köszönöm szépen. Illetve a rántott hús. Ó, köszi szépen. Jó étvágyat. Köszönjük. Figyelj, nem van. Akartam kérni tartát, de látom, hogy ez ilyen majonézes, úgyhogy akkor nem. Ó, de. És gondoltatok a csípőségre is. Igen. Ez miből van egy? Karaj. Szeretjük. A leves. Igen. Miért kérsz, Hajni, tenyerest vagy fulákost? Nagyon jó. Ez csíp szerinted? Amúgy... pont jó rá a fény. Nézzük meg ezt a salit. Érdekes, mert egyszerre savas, meg sokas. Csíp a paprika?
Sí. Egyébként megnézem, hogy... Megnézem, hogy milyen. Jó néz ki. Szaftos. Ez jó. Oda néz. Ropog szerinted? Oh. Ugye karaj az alapból egy sokkal tisztább szín hús, mint ugye a tarja. Szárazabb is viszont. De rántott húsnak szerintem teljesen jó. Bár személy szerintem jobban szeretem a zsírosabb húsokat. Ez meg egy száraz, de nagyon jó. Ropog a panyin. Jó. Egyet meg hajni. Na, kóstolj rá, milyen? Egyébként ennek eredetileg az a neve, hogy vietnámi májgombóc leves, óriás, tiroli májgombóccal. Fölül van. Vietnámi májgombóc. Na. Egyébként igen, az ez nem tűnik olyan hagyományos májgombóc leves, ugye? Megkóstolod? Hát figyelj, miért ne? Nem vagyok nagy leveses. Viszont a májgombóc leves, azt komálom, azt. Májgombóc leves csípem. Tele van új hagymával. Olyan, mint valami tea, nem olyan színe van, mint a teára? Gondolom a vietnámi miatt. Biztos valami fűszer. Jó? Megjeltem? Nem. Ez fél? Nagyon fél. Milyen jó kis üzébe adják, ez fél. Nem tudom, mennyire hallatszódik be, de valaki nagyon énekelget odakint. Legalább jó kedve van. Tudom gondolkodni, hogy valamit azért még eszek. Vagy elmegyünk fagyizni? Amúgy kajak mindent meg tudnék enni. Egyszerre szerintem mindent meg tudnék enni az étlapról. Megy? Ja, igazság szerint nem mondom azt, hogy jól laktam, mert nem. De erre lehet, hogy még valamit rátöltök. Ha én szerintem még eszek valamit. Még valami főételt itt eszek. Gondolkozok, hogy mit? Milyen az a libamájás kézműves kalács? Inkább a sóletet füstölnek. Ez a sólet. Ez a sólet, füstölt aljával, főtt tojással, libamájás kézműves kalács. Azonnal kérjed. Szerintem egy ilyet még berendelek, gyerekek, aztán megnézzük. Jó. Van itt valami jó fagyizó? Majd körbenézünk. Majd ez olyan romi. Egyébként nagyon finom volt a hús, megmondom nektek őszintén, tetszett, ízlett, nagyon finom, nagyon jó.
Nagyon finom, nagyon jó. Nem promóció, nem szántuk promóciónak, ez egy teljesen random dolog. Beállítottunk, ettünk, ezért igazából véleményt is úgy mondhatok, hogy akarok. Létszert az nagy, az nagyobb, jóval nagyobb. Ez kétszer, háromszor, majdnem háromszor ekkora volt. Ízre viszont talán ez. Még úgy is, hogy ez karaj. Egyébként itt van velünk Pupi, köszönjük neki. Szia Pupi! Egyébként gyertem majd Twitchre, mert miért ne, hogyha nagyon nem bírtok magatokkal. Kíváncsi vagyok, mert előbb le... Mi van? Van dinnye nála, lehet azért tudál. Dinnye! Előbb ment itt egy fiatalember, és nála volt egy ilyen sólet. És úgy megkívántam, majdnem kivettem a kezébe. Már nyúltam, tudom. Hajni csapott rá a kezembe. Nem szabad! Rossz vagy! Menj a helyedre! Amit még szeretnék elmondani nektek, az az, hogy a nyár, most indul a nyár, és hát úgy néz ki, hogy be fogunk robbanni egy nagyon nagy zenével. A nyár legújabb slágere lesz. Nem, ez nem humor, ez komoly. Ugye, Ajni? Bólogass! Szóval készült egy zene, így, hát így rólam, most az ilyen izé, tudod, meg is nőtt a májam, alig fér már el, de egy olyan nóta, gyerekek, ami nekem nagyon tetszik, remélem nektek is tetszeni fog. Hamarosan debütál YouTube-on a klip. Klippel együtt lesz, igen. Szerintem Azriel, meg Majka, meg ilyesmi kezdhetnek rettegni. Már írtak nekem SMS-t, hogy ne, tesó, ne dob ki, létszi, mert tönkre teszel. Nem érdekel, nem. Jó lesz. Szerintem. Hát majd ti eldöntitek úgy is, hogy te lájkoljátok, meg odaírjátok, hogy de jó muzsika, akkor jó volt, ha nem, akkor nem. A zenét nem én szereztem, nem én énekeltem. Gyakorlatilag semmi közön nincs ez a zenéhez. Annyi, hogy rólam szól, és ez YouTube-ra föl lesz töltve. A klipet mondjuk azt én, hát mi csináljuk hozzá. Nagyon szépen köszönöm a srácnak, akit még nem, én nem akarok semmit, figyelj, ennyit, Hajni, ennyit kilíkeltem, jó? Ennyit. Ettől a hírtől meg is borult még a pincér is. Húzzad neki! A voltos gyerek, figyelt, hogy nehogy én halljanak. Ennyit kilíkeltünk, nem akarok többet mondani. Nézzétek majd meg, hallgassátok meg, illetve töltsétek le autóban, mindenhol. Meg lehet majd venni ugye a kazettán. A Blahán fogjuk árulni 100 forintért kazettáson. Én már meghallgatom egyiket a kocsiban, nekem azóta ez szól. 39-es? Ez te vagy? Nem tudom. Jézusom. Nem, mert ez 40, 49-es hajnő, úgyhogy nem én vagyok. Akkor ő is megérkezett? Majd a fényre, oda néz! Új, de jól néz ki! És tényleg ott a libavály! De bőlató! Hát akkor kóstoljunk rá, de ez mi van ebben? Ez a bab meg... Gersli. Gersli, tényleg. Gersli. Gersli van benne. Hát de az minden só lett benne. Ezt te csináltad? Igen. Jó lett? Itt van a gazdája. Illatra megfelelő. Konzerves jobb. Nem viccelem. Vagy ez az? Beleborítottad? Ez meg kell nekem izé is, villa. Hoztam kést és villát. És a csípesről itt is gondoskodtunk. Csípli csíp ugye, erős pistától. Azonban erős pika? Azonban minden, igen. De jó. Nem úgy csíp? Tényleg? Paprika. Csíp most, rendesen? Előző az annyira nem, de ez most... Ez a közepén. Na, amúgy... Ezt láttam, hogy egy napi ajánlat, nem? Igen. Hogy ez mindig változik? A solet az minden pénteken van, és általában van heti menünk, ami hétfőtől csütörtökig tart. Ugye a solet, amióta nyitva van ugye az egész, lassan 9 éve, a solet az mindig csak pénteken, nyitás óta. Ajánlom, hogy pénteken nézzetek be. Na, harapjunk már be is egyet. Libamáj,
Ugyanúgy csülök? Csülök, igen. Várjál, mert nem fókuszál. Jó, megvan. Wow. Hiba már csülök és kalács. Ez nagyon jó az a kombó. Zseniális. Ott van a riba már is. De most nem adod mindent. Tényleg csak egy kis darabot. Nem, így egybeed meg. Hogyha minden legyen. És az a kalács, hogy ilyen édes, máj, csülök, sós, füstös. Hallod, ez nagyon jó kóstolom, ez a fehér répa, nem kóstolt meg? Mi az? Fehér répa, de esküszöm neked, nem érzek fehér répát. Ez, ennek van fahéjas illata van, szabad meg? Ugye, hogy fahéjas? Hát ez a ő illata. Ez a fehér répa illata. Fehér répának van ilyen illata. Ez a zöldség, ebben nem vagyok otthon. Mindent összegezve, ez a sólet, ez nekem nagyon bejött, mert nagyon régen ettem, lehet, hogy azért is örültem meg ennyire, nagyon régen ettem sóletet. Idejét sem tudom, mikor. Tetszik a tálalás, ez egész stílus nekem, ez így bejött. Hangulatos. Ajánlani tudom. Szerintem gyertek el. Én erre a gyerekek csípő challenge-et már 3 hete, ez a 3. hete, hogy próbáljuk összehozni a srácokkal úgy, hogy a Tibi is, Pupi is, mindenki ráérjen. 3 hete nem találunk olyan időpontot, ahol mind a hármunknak, a Tibinek is, Pupinak is, vagy nekem is egyaránt jó. Minden héten volt 2-3 időpont, és egyik se jött össze, mert valakinek vagy közbe jött valami, vagy mégsem volt jó. Úgyhogy nem tudom. Gyereket, nem tudom, mikor lesz. A héten elméletileg megint. Megint csak azt tudom mondani, hogy a héten elméletileg lesz olyan időpont, ahol meg tudjuk csinálni. Bár nem csípős lesz, de egy challenge. Majd ezt meglátjátok egy... Visszatérünk egy régi klasszikushoz. Szóval többet nem is akarok mondani. Nagyon jó volt, még egyszer összegezve. Figyelj, szerintem nagyon korrekt. Árértékben is szerintem teljesen jó. Laktató. Dizájnos a tálalás. Úgyhogy... Egészségetekre!